biztos vagyok benne, hogy a szurkolók is ezt a harapós se rúgott bele, Rajci nem tudott fejelni, aztán nyújtoznia kell Halasinak is, majdnem becsapta a labda. Remekül oldotta most meg a védekező feladatot Belicki. Rajcinak ez jó lehet, középen indul Bíró Dominik, Rajci a jobb oldalon. Rajci, Bíró, kimarad a nagy lehetőség. Belicki, ez is nagy helyzet volt, egy picit elügyetlenkedte. Marad a 0-0, 70. perc. Belicki a 16-oson belül, Belicki cselezget, most jön a beadás, újabb szöglet. Egy fejes, kimarad ez is, Ádám Martin. Hihetetlen pekje van a Rákóczinak. Szó szerint centiméterekkel Ádám tud belestukkolni. Godzsájev. Mehet tovább. Ádám, gól! Ádám Martin! A kaposvári Rákóczi megnyeri a mérkőzést Ádám Martin góljával a 93. percben! A 93. percben! Kedves nézők, hát ez egészen elképesztő. Ádám Martin góljával a Kaposvár megnyeri 1-0-ra ezt a mérkőzést. És az NB1 karnyújtásnyira kerül Waltner Róbert együttesétől. Ez csapatmunka volt. Nem ment annyira jól nekünk a játék, maga a csapatjátékunk, így is kialakítottunk 4-5 nagy helyzetet, de azért éreztük most, hogy van tétje ennek a mérkőzésnek. Mindegyik meccsnek van tétje, de ez különösen nagy tétje volt ennek a mérkőzésnek. Hát nagyon boldog vagyok és büszke vagyok a csapatra, hogy egy ilyen fontos meccset, egy nagyon jó csapat ellen, tehát ez a Vác egy nagyon kellemetlen jó csapat, szervezett csapat, nem könnyű őket megverni, és nekünk sikerült, és lehoztuk megint 0-ra a meccset. Rákóczi nagyon akarta a győzelmet, sokkal hatékonyabban próbált játszani, mint mi a mezőnyben úgy érzem, hogy egyenrangú ellenfelek voltunk. Néha, hangsúlyozom, a mezőnyben még föléjük is kerekedtük, de viszont az ellenfél kapjára valami kevés veszélyt jelentettünk, és a Rákóczi viszont mindent beleadott, és dicsért illeti a csapatot, mert még 10 emberrel sem adta fel. Minden áron győzelemre játszott, ami végül meg is jött, és a sikerhez őszintén mondom, hogy gratulálok, mert az a csapat tudott nyerni ma, amely jobban akart nyerni, és ez ma a Rákóczi volt. Nyerni, és ez ma a Rákóczi volt.